Ételkülönlegességek is gazdát cseréltek a gyergyószentmiklósi Kamra bőrzén. Aki például sosem evett medvehagymás gombapástétomot, az nem csak a receptet írhatta le, de egy befőttes üveg zakuszkáért vagy szilvaízért cserébe kaphatott is belőle. Közösségi oldalon alakult csoport Gyergyószentmiklóson ajándékcsere Kaláka néven. Az egyre népszerűbb és bővülő csoport célja, hogy pénz nélkül adományozás vagy csere révén cseréljenek gazdát a tárgyak. A csoport tagjai már cseréltek könyvet, vetőmagot és palántát, de az oldalon bárki felajánlhatja feleslegessé vált bútordarabjait vagy háztartási gépeit. Célja az, hogy legyen egy olyan hely, ahol találkozhatunk, vagy virtuálisan, vagy tényleg is, fizikailag is, és cserélhetünk ötleteket, gondolatokat, tárgyakat, vagy ajándékozhatunk egymásnak, úgyhogy nem kell arra gondolnunk, hogy most mennyibe kerül. A csoportban tavasszal született meg a Kamra bőrze ötlete. Medvehagymás gombapástétom, többféle zakuszka, mustárok, savanyúságok, kompótok kerültek a gazdasszonyok asztalára. Recepteket is cseréltek, ez főleg azoknak volt hasznos, akik most tanulják az eltevést, vagy most próbálkoznak újításokkal, változtatásokkal. Nézem, hogy kinél mi van, és ami megtetszik, hát én most szemérmetlenül le fogom nyúlni, és oda hívom az illetőt, hogy válasszon tőlem is valamit. Na hát így szereztem már egy orosz mustárt, ami nagyon finom, és így szereztem egy egres lekvárt. A növénytermesztés kapcsán kerültem ide, tehát a kertbe, amit végzünk, az nekifogtam, én is tanultam külföldön az ilyen, ha modern szóval mondjuk biokertészetet, de magyarán természetes házi termesztett zöldségek, bogyós gyümölcsös kert létrehozásáról tanultam. A résztvevők számára nagy élményt jelentett az is, hogy találkozhattak hasonló gondolkodású társaikkal, és az eltett finomságok mellett tapasztalataikat, ötleteiket is megoszthatták egymással.